Sok szeretettel köszöntünk minden alapjárat nézőt. Húha, mi az ott mögöttünk, Zsolti? Sziasztok! Itt vagyunk Háfra Zsoltival, és amint nem tudom, hogy hányan láttátok tegnap az Instagramon, egy kicsit beharangoztuk, hogy ma egy igazán különleges és ritka autó lesz itt most a kezeink között, méghozzá egy Ferrari 488 GTB, GTB. Úgyhogy most nem is én vagyok a fontos. Átfordítom a kamerát. És akkor meg is mutatom ezt így nektek kicsit közelebbről. A GTB. Hát mit is mondhatnék? Ez a vörös szín azt gondolom, hogy eléggé ámulatba ejtő. Ugye a 458 után a Ferrari egy kicsit azt átformálva, kicsit feldobva készítette el ezt a 488-as GTB-t. Ugye a középmotoros Ferrariknál ez bevett szokás, hogy csinálnak egy alapmodellt, és akkor azt utána egy kicsit felhúzzák. És hát ebbe az autóba a 4 feles szívómotor helyett egy 3900 köbcentis dupla turbós egység került most már. És hát amint láthatjátok, itt ugye alul is ugye, hát ez a, nem is tudom, ez majdnem, hogy így egybe van már így a motorháztetővel, de jóval nagyobb légbeömlőket kapott a járgány. És amint látjátok, hány lóerő? 670 lóerő csupán és 760 Nm-es maximális nyomatékot tud. És ugye amiben különbözik a 458-tól, az az, hogy az ugye szívómotor révén 6000-től tudta maximális nyomatékát leadni. Ez az autó viszont már 3000-es fordulattól leadja azt a maximum 760-at. Mindjárt beindítjuk, Bélus, várjunk egy kicsit. Először itt merengjünk el egy kicsit a részletekben itt kívül, meg hát ebben a parádés aranyfelniben. Itt látható egy méretes diffúzor. Ugye itt hátul is hát a turbomotornak kell a hűtés, itt láthatjátok a kisebb kis erőforrást. Hátul is több és nagyobb légbeömlőt kapott, egyrészt ugye itt a hátsó kerékjárati ívek fölött, alatt, itt is ugye található ez a rács, ez itt szabadon áramlik be a levegő, és hát parádés a forma így oldalról. Ugye egy kicsit átszabták azért, az arányok azért kicsit változtak, és a külső elemek is azért módosultak nagyrészt 458-hoz képest. Zsolti, megkérlek, akkor fölnyitod az engine-nek a coverjét? Természetesen. Azért mutassuk meg ezt a belsőt. Nem tudom, hogy mennyit láthattok így most így a napfényben. Megcsillanva. Itt láthatók ezek az large, utána néztünk, ezek nagyméretű sportülések, amik itt találhatók. És hát a kokpit is parádés, karbonbetétekkel, alkantarával bőven. Itt tudjuk nyitni a motornak a fedelét. Engedd meg, kérlek. Tegnap Szentendrén tréleren, amit egy Mercedes húzott. Igen, valószínűleg láthattad, ugyanis egy ML Mercis tréleles emberkével dolgozunk együtt, és ő szállította az autót. Hát nem is tudom, 4-500 km lehet benne, ugye, amit Mizánóban teszteltek vele, ez egy teljesen zsírúj mutatni, hogy 0 km-es autó, amit egyébként a Magyar Autókereskedőház ZRT-nek nagyon köszönünk, hogy megkaphattuk most. Az egyik kedves ügyfelüké lesz ez a járgány, nem is olyan, hát azt hiszem, a héten lesz átadva majd. Igen, hát akkor megkérném akkor Sándort, hogy indítsa be ezt a járművet. Várjál, Sanyi, ezt először lecsukom, azért stílusosak maradjunk. Kulcs elvileg benne, nem? Nem nyert. Nem nyert? Nem nyert. Megszerezzük a kulcsot. Oké, megszerezzük a kulcsot, addig pedig még egyszer azért itt körbe mutatnám nektek a járművet. Hát ugye ezek a lámpák is a 458-ról már ismerősek lehetnek.
De hát hatalmas Ferrari jelek. Addig kinyitom ezt az oldalit is. Itt látható a 488 GTV felirat. Van kesztyűtartónk, mivel kitűnően nagyon praktikus. Oldalsebeket nem igazán hagy találunk. Hagyd legyek a kulcsember, kérlek, mutassuk meg az érezt is, vagy... Zsolti, mint kézmodell, most megmutatja ezt a piros kulcsot. Hú, már kezem is remeg, hát és, ez nagyon durva, csak fogni ezt az autót, hadd nyújtsam át Sándornak. Sándor, kérlek, helyezd be a kulcsot a helyére. Ott van a helye neki. Lehetok, így van itt a hely. Ott van, megvan a helye mindennek, és akkor ha elmegyek oda hátra, aztán akkor meglátjuk, mi a helyzet. Nem? Megyünk tovább? Megyünk tovább. Jó, nincs gond, probléma. Lehet, hogy itt hallottátok a káromkodást, elnézést érte. Sándor, indíthatjuk a gépet. Csajozós gázfröccsök. Ez nem volt semmi. Sanyi, beengedsz egy kicsit oda a sofőr pozíciójába, megmutatnám itt a srácoknak azért ezt a belsőt is. Mint mondtam, alkantara, bőr és karbon elegye alkotja ezt a belteret. Itt lehet lükvercet, meg ugye a váltó, van egy kis klímapanelünk. Itt a Na hát újra visszajöttünk, nem tudom, hogy mi a probléma sajnos, de gyorsan itt még azért megmutatnám nektek ezt a kis üzemmód kapcsolót. Aztán ugye itt tudjuk indítani az anginét, és akkor így meg is mutatom nektek, jó? Beröffentjük a gépet. Húha! Belül is brutális hangja van. Húha!